Kepes új könyvében három magyar házas pár egy lavina miatt a Matterhorn csúcsa mellett reked egy villában. A szereplők közül kettő komoly politikai és gazdasági hatalommal rendelkezik, és a történeteikből hamar felsejlik, hogy napjaink emberének valójában az erkölcsi és szellemi kapaszkodók nélküli világ az igazi drámája. Van kijárat ebből a kelepcéből? Kepes András válaszol. Köszönöm, hogy eljöttél, és gratulálok az új könyvhez, Istenek Köszönöm és emberek. Köszönöm szépen a meghívást. És én azzal kezdtem itt, amikor a híradósainkkal összebeszéltem, hogy az ember, ahogy jut egyre előrébb a történetben, látja, hogy legalábbis én nagyon úgy éreztem, de lehet, hogy ez szakmai ártalom, hogy én ezeket az embereket ismerem. Ezek azok, akik a háttérből vagy konkrét hatalommal, de irányítják az életünket. Szó van egy oligarcháról, egy politikai marketingururól, mindenféle erkölcsök nélkül. Van ismerősek. Hát ez egy mai regény, tehát ha ismerősek ezek a figurák, akkor azért ismerősek, vagy legalábbis a karakterek azért ismerősek, mert életünkben itt vannak. Ezekről olvasunk az újságban, ezekről hallunk egymás között a beszélgetésekben. Hát a háromból kettő, mert ugye az is egy érdekes dolog, hogy a két úgynevezett oligarcha, az egyik az a szocialista privatizáció idején gazdagodott meg, a másik meg az elmúlt 10 évben, és mindegyiknek más-más a kulturális alapja és a háttere. Tehát igazából ez nem egy politikai regény, ez arról szól, hogyha az egyik, aki mondjuk a munkás kultúráját dobta el a hatalomért és a vagyonért, a másik, aki egy polgári múltat és kultúrát dobott el a hatalomért és a vagyonért, hogy mi történik akkor, hogyan változik mondjuk a személyiség, hogyan roncsolódik a személyiség, és hogy mi történik a kapcsolatrendszerükkel, a párkapcsolatokkal, a barátságaikkal és egyebekkel. Tehát én azt gondolom, hogy ez inkább annak a regénye, hogy ha az értékrendünket félbedobjuk, vagy félredobjuk, akkor mi történik velünk. Ismersz ilyen embereket, ilyen figurákat közelről, vagy a hírekből építetted fel ezeket a karaktereket? Ismerek ilyen figurákat, igen, ismerek. Hát nem konkrétan ugyanilyet, tehát ez egy fikció, tehát pontosan ilyenek nem nincsenek, de nagyon hasonlók vannak, és általában ugye azért a regény karakterek, meg a művek karakterei úgy születnek, hogy az ember több figurából gyúrja össze, és egy kicsit azért mindenben én is, magam is benne vagyok. Igen, és amikor azt mondtad, hogy hát ez fikció, ugye előnyben vagyunk, mert te írtad, én olvastam, a nézők meg még egyiket se tették, de ugye mától tehetik, csak két-három mondatot idézek, hogy mennyire rólunk szól. 74. oldal, konkrétan kimondják, mára kiderült, hogy a liberalizmus és az emberi szabadságjogok csupán lila értelmiségi fikciók voltak. Odébb. A nyugati országokat felzabálják a migránsok. Egy ideig még biztosan kihúzzuk, mert elég stabilan ott vagyunk a gazdaság és a tudomány élvonalában, arról nem is szólva, hogy ti is itt rejtegetitek a pénzeteket, itt fektettek be és ide külditek a gyerekeiteket egyetemre. Ugye ez egy vita arról, hogy a nyugat tönkre megy, és erre az a válasz, hogy azért annyira nem. Ezek a beszélgetések a mi értelmiségi beszélgetéseink, amit itt ebben a stúdióban is napról napra lefolytatunk. És ugyanezek a beszélgetések zajlanak Lengyelországban, Oroszországban, Törökországban, Venezuelában, Dél-Amerikában, lassan Észak-Amerikában is. Ez gyakorlatilag egy világjelenség. Tehát maga az alaptéma, tehát ami arról szól, mondom még egyszer, tehát, hogy a hatalomvágy és a kapzsiság, a bírvágy, az hogy roncsolja szét a hagyományos értékeket, az mindenhol jelen van. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez nem egy magyar könyv, miközben meg hát nagyon magyar könyv, mert erről szoktunk napjában mi is beszélgetni. És erre egyfajta megoldást, nagyon jó játékot ír, vagy ajánl az egyik szereplő, úgy fogalmaz az oligarha, hogy tudod, én már rég elveszítettem a lelkiismeretemet, és most Benedekét bérlem, aki gyakorlatilag a mindenese. Ha szeretnéd, kölcsönadom neked, próbáld ki, igazán érdekes élmény. Hát ez az önreflexióról Igen. szól. Tehát, hogy gyakorlatilag arról szól, hogy az önreflexiónkat is elvesztettük, és mindazok, akik elveszítik az önreflexiójukat, ami mondjuk egy személyiség szintjén az úgy zajlik, hogy különösen, hogyha valaki kiemelt helyzetben van. Tehát valamikor a királyok, azok bolondokat fogadtak, udvari bolondot, mert kellett valaki, aki a szembe mondta az igazságot. És azt mondja itt az egyik szereplő, hogy az a király, akinek nincs bolondja, az maga bolondul meg.
Tehát ez az a fajta önreflexió, aminek a hiánya bizonyos hatalmi csúcsokon, és itt a hatalomról ilyenkor mindig, amikor azt mondjuk, hogy hatalom, akkor valaki magas politikai vezetőkre gondol. Ugyanígy zajlik egy cég vezetésében is. Hát egy cégvezetőjének ugyanúgy nem merik megmondani a szemébe, mert egzisztenciális félelmek miatt. Tehát ez ugyanaz, ugyanaz a történet. Miért írtad meg ezt a könyvet? Azért, mert azt gondolom, hogy erről szól a világ, és azt gondolom, hogy ha ebbe az irányba halad, és hogyha nem lesznek olyanok, akik ezeken elgondolkodnak, akkor nagyon szomorú lesz a történet vége. Tehát én azt írtam az elején, a családomnak, a szeretteimnek, értük. Semmiképp nem akarom lelőni az úgymond poént, de azt érzem, hogy ez egy látlelet, de nem tudjuk az kiutat, most banálisan fogalmazva. Hát egy regénynek soha nem feladata az, hogy kiutat adjon, hát maximum az lehet a feladat, hogy elgondolkodtasson azon, hogy milyen irányba megy a világ. Ugye van egy rezonőr figura is, tehát a harmadik szereplő, akiről nem esett szó, tehát aki egy volt középiskolai tanár, aki agyvérzést kapott, és afáziás lett, tehát nem tud beszélni. És ő egy kicsit két a profétikus alkat. Na, de épp ő nem tud beszélni, aki a lelki ismerete lehetne ezeknek az embereknek. Hát egyrészt arról van szó, hogy nem tud. Hát egyrészt, másrészt meg, ha belegondolunk abba, hogy a profétákkal mi történt, a proféták tudtak beszélni. Ők átkokat mondtak, fantasztikusan elmesélték a jövőt, figyelmeztettek rá, a kutya nem hallgatott rájuk. Hát ennek ez egy olyan változata, amikor már beszélni se tud. Vagy ha beszél, akkor nem értik, hogy mit tud. És én azt gondolom, hogy ezt is napjában tapasztaljuk, hogy körülnézünk, van egy csomó értelmes ember, akik fontos dolgokat mondanak a világról, akik figyelmeztetnek, akik elgondolkodnak dolgokon, és nem figyelnek rájuk. Miért ugyanúgy, nem? Ahogy a profétákra sem. Mert az emberek más gondokkal vannak elfoglalva. Nem azért, mert buták, sokan azt mondják, mert az emberek ilyen meg olyan buták. Nem buták, más gondjaik vannak. Tehát az egzisztenciális kiszolgáltatottság, a hétköznapi kiszolgáltatottság, a hatalomtól való félelem, a bírvágy, a szerzés vágya, de a hétköznapi gondok, azok mind megakadályozzák az embereket abban, hogy gondolkodni tudjanak. Erről szól. Van egy apokaliptikus jóslat is, ugye egészen exkluzív környezetben játszódik a történet, kilátással a Matterhornra, és hát végig ott lebeg az, hogy nagy a hó, és mi van, ha bekövetkezik egy lavina. És van egy olyan mondat a regényben, hogy egészen mélyről jött a zaj, morgás, hörgés, olyan volt, mint a közeledő tömeg hangja egy zúgolódó, elkeseredett embertömegé, ami ha nekilódó, mindent elsöpör, mindent letapos. A lavináról van szó itt valójában, de hát de a lavinának, hát a lavinának is van egy másik értelme. Tehát ahogy a feltámadott a tengerben, ott is a tenger nem egyszerűen csak a tengert jelenti, itt is a lavinának a zaja és a morgása és a hangja az arra emlékezteti az egyik szereplőt, ugye aki lavina szakértő is, tehát aki a hegyek embere, hogy ez nagyon hasonlít ahhoz, amikor az emberek nem veszik tudomásul azt. Ugye a lavinában az az érdekes, hogy mindig van egy úgynevezett gyenge réteg. Ezt így hívják egyébként a lavina szakértők is, és ez a gyenge réteg, ez nem látszik. De bármikor ezt megsértik, akkor egyszer csak beindul az egész hegyoldal, és mindent elsöpör. Most ez is egy szimbolikus történet. Tehát az egésznek a környezete, ugye ez a hegyek, a hideg, picikét egyébként számomra, idézem is egyébként azt a mondatot, amit az egyik szereplő idéz a Vörös Martinak az előszóból. Ugye amikor azt mondja, hogy most tél van és csend, és hó, és halál. Tehát ez az a hangulat, és ez az a környezet, ahol az egész zajlik, egy csapdahelyzet. Csapdába kerülnek ezek az emberek, de én azt gondolom, hogy az emberiség is csapdában van. Annyira pesszimista vagy, hogy szerinted a lavina verzió fogja kimozdítani ebből a csapdából az emberiséget? Vagy mondjuk a magyar társadalmat, hogy szűkítsük? Vagy az európait? Én azt gondolom, hogy fel kell mérni a veszélyeket. Tehát ahogy az nyugati típusú ember képtelen felfogni a természetnek a körülményeit, ugye állandóan le akarja győzni, ez egy ilyen nyugati gondolkodás, hogy legyőztük a hegyet. Nem győztünk mire semmit.
meg kéne érteni, hogy hogy működik. És a világgal is az a helyzet, nem egymást kéne legyőzni, meg kéne próbálni megérteni, hogy a világ hogy működik. Ha sikerül az embereknek megérteni, és ha sikerül egymással szót érteni, akkor nem lesz veszély, hanem akkor nagyon komoly veszélyek vannak. És tulajdonképpen nekem majdnem minden művem erről szól, de még beleértve a desszertet is, ahol embereket, három embert ültettem egy asztal köré, különböző gondolkodásmódúakat, mert meg akartam mutatni azt, hogy tudunk egymással beszélgetni. Azon gondolkodom, hogy ugye egyre többször mondjuk azt, hogy buborékokban élünk, és buborékokban egymásnak beszélgetünk, hogy ezekből egy kicsit ki lehet törni, vagy szerinted egy ilyen történettel, ilyen könyvvel ki lehet törni? És igazából a Tövis pusztában is én nagyon különböző társadalmi rétegeket próbáltam egy asztal köré ültetni, ha már a desszert hasonlattal kezdtük. És ott az derült ki, hogy megértette mindenki. Mert mindenki úgy érezte, hogy a saját olvasata, tehát ami az ő kultúrájának, traumáinak az olvasata, az hiteles, akkor valószínűleg hiteles a többi is. Most itt se véletlen, hogy három nagyon különböző gondolkodásmódú ember, vagy legalábbis a férfiak, a nők legalább ilyen érdekesek, csak arra már nem jut idő majd, hogy beszélgessünk róla, hiszen ezek házaspárok, és ezek nem karikatúra figurák. Tehát ezeknek mindegyiknek megvan a saját gondolkodásmódja és igazsága, de hogy itt is azért van háromféle megközelítés, hogy ki a saját igazságát megtalálja benne, és próbálja végig gondolni, hogy akkor az hogy illeszkedik a többihez. Igen, azt mondtad, hogy nem karikatúra figura, és viszont sokat beszéltünk az úgynevezett rezonőrről, aki egy középiskolai tanárból lett egy gazdag vállalkozónak a mindenese, aki főz, rátakarít, mindent elvégez. És én valahol ezt is, de ez tényleg az én hibám, hogy ezt is egy magyar történetnek néztem, hogy ennyit ér egy középiskolai tanár. Sztrókja volt, afáziája volt, de akkor is, hogy így éri túl. Hát, ezt mondtam neked, hogy mondjuk afázia nélkül, mert annak is egy szimbolikus jelentősége van, hogy nem tud beszélni. De ezt a történetet én személyesen hallottam egy tanártól, aki nem keresett annyit, hogy könyveket tudjon vásárolni, és a családját el tudja vinni nyaralni, és takarítani járt másodállásban. És egyik szép nap becsöngetett, és az egyik tanítványához ment takarítani, ami egy meglehetősen megalázó helyzet volt. De egészen biztos vagyok benne, hogy ezt megtalálod Oroszországban, megtalálod Lengyelországban, megtalálod Csehországban, tehát a környező volt szocialista országokban is. Tehát ebből a szempontból persze magyar történet is, és nem csak magyar történet, hanem egy világjelenség. Nagyon kevés országban becsülik meg a középiskolai tanárokat. Valamikor Magyarországon megbecsülték. A két világháború között, ha valaki középiskolai tanár volt, akkor annak alkalmazottai voltak, egy fizetésből az egész családját el tudta tartani. De hát az orvosok se tudják, tehát itt most nem csak a pedagógusokról van szó. Amikor ilyen kristálytisztán leírod, hogy mik a problémák, és elmondod, hogy ez nem magyar probléma, hanem európai vagy világjelenség, akkor mindezek ellenére optimista vagy? Én optimista vagyok, egyrészt mert a vége a történetnek így is úgy is ugyanaz lesz, és az optimistáknak addig jobb. Tehát ezért is. Másrészt meg én azt gondolom, hogy ezek trendek. Tehát aki már olyan idős ember, mint amilyen én vagyok, az pontosan tudja, hogy állandó trendek jönnek, mennek. Most egy mélyrepülésben van a világ. És én úgy látom, hogy ebből ki fog mászni. Mert ki kell másznia. Tehát muszáj neki kimásznia. És akkor ez egy felkiáltó jel az Istennek és emberek. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást.